A települések 80%-a magánál tartja a járóbeteg szakellátást, és nem adja át az államnak. Balaton Péter, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkára a vendégem. Jó reggelt kívánok! Kedi csokolom! Mindig azt hallottuk, hogy az önkormányzatok olyan nehéz helyzetben vannak, hogy nem tudják finanszírozni ezeket az egészségügyi intézményeket. Most mégis látjuk, hogy járó beteg szakrendelés ügyben mindent elkövetnek. Magasnak tűnik ez a 80%. Hogy így alakul? Szabad akaratukból döntettek az önkormányzatok. Kevesen tudják, hogy 2011-ben, 1947 óta az egészségügyi szektor legnagyobb államosítása történt. Amikor is az önkormányzatok nem tettek mást, mint kötelező módon átadták kórházaikat az államnak. Gyakorlatilag fölértékelődött a rendelőintézetek funkciója, szerepe. A kórházi rendszer gazdaságilag gyakorlatilag csődben van. A kifizetetlen számlaállománya mintegy 115 milliárd forint, ami a fekvőbeteg finanszírozás, éves finanszírozás egy harmada. A lejárt számra tartozás viszont meghaladja 30 milliárdot. Most ebben a helyzetben, amikor az alapellátás még mindig ott tart, hogy jobbára tovább küldi a bonyolultabb eseteket, és viszonylag kevés a befejezett kezelés az alapellátás szintjén, a kórházak meg gazdasági érdekből a nem életfontosságú, de nagyértékű beavatkozásokat halasztják, gyakorlatilag a szakrendelők szerepe fölértékelődött. Ezt látták át az önkormányzatok. Azok az önkormányzatok, akik a választópolgárokkal közvetlen kapcsolatban vannak, és ezért sokkal nagyobb felelősséget éreznek. És ez a felelősség érzet az, ami a gazdasági problémák ellenére tükröződött abban, hogy az önkormányzatok többsége a szakrendelők 80%-át tulajdonban megtartotta, ezáltal gazdasági ráhatását, támogató képességét is megtartotta ebben a szektorban. Ez azt is jelenti, hogy ha megmarad a szakrendelő önkormányzati kézben és nem kerül államiba, akkor nem vonatkozik az ott dolgozókra az a bizonyos kötelező nyugdíjazás sem, amiről tudjuk, hogy az egészségügy egészében komoly problémákat fog okozni? Hát amennyiben közfeladatot látnak el, és közvetett módon az állami finanszírozásból kapják a pénzt, akkor ismereteim szerint július 1-től vonatkozik rájuk. Tehát azért volt most viszonylag csak kevés egészségügyi szakdolgozó és orvos, kb. 2500 fő, akire vonatkozott a mostani rendelkezés, tehát a nyugdíjrendelkezés, de ők közvetlenül közalkalmazottak. Akik közvetett módon részesülnek ezekből a pénzekből, azokra július 1-től vonatkozik ez a törvény. Tehát itt is csak egy halasztás volt, de hosszú távon a helyzet ugyanaz. Így akkor van. Hogyan fogja érinteni ez ezt a bizonyos járóbeteg szakellátó rendszert? Hát pillanatilag azt sem tudjuk, hogy akik jelenleg kérték a felmentésüket, és ezt az megfelelő munkáltató támogatta, és ismereteim szerint az államtitkárságban volt annyi felelősségtudat, hogy minden kérés továbbította a miniszterelnökségre. Ebben az helyzetben sem tudjuk, hogy a kiesett nyugdíj különbözetet ki fogja állni. Hogy július 1-től ki fogja állni, azt még kevésbé tudjuk. Jelenleg arról van szó, hogy ez mintegy több milliárdos összeg, amit jelenleg a nyugdíjkiesést pótlandó. Most ugye azokról beszél, akik szeretnének maradni az így állásukban, van, vonatkozik rájuk a kettős jövedelem tilalma, tehát ezentúl nem kaphatják meg a nyugdíjukat, hiába érték el a korhatár, csak a fizetést, viszont volt egy, most már azt mondhatjuk talán, hogy kicsit homályos kormányzati ígéret korábban. Hát van homályos is. Hogy a különbözetet, azt valahonnan majd megkapják. De olyanok is lesznek, akik nem is dolgozhatnak tovább, hiába szeretnének. Hát amennyiben a munkáltató nem támogatta a tovább dolgozásukat, vagy maguk ezt nem kérték. De nem a munkáltató dönt erről. Hanem a miniszterelnökség. És sőt, a miniszterelnökség honnan fogja tudni, hogy egy kis település járóbeteg szakrendelőjében X szakdolgozó vagy orvos szükséges vagy nem szükséges, nélkülözhető? Kérdéssel tudok válaszolni, honnan tudjak, hogy egy kórházban szükséges-e? Nem tudja. Nem tudja. Nem tudjuk, hogy milyen prioritások és milyen döntési kompetenciák alapján fog például Orbán Viktor erről a kérdésről dönteni, vagy egyáltalán a miniszterelnökségen ki fog... De azt csak nem gondolja, személyesen fog dönteni. Hát ezt lehet jelenleg a törvény. Kis település, egészségügyi szakdolgozója, jelenleg a törvény erre irányul, hogy ezt a feladatot, ezt a hatáskört ki ne fogja szignálni, ezt még nem tudjuk. Mint ahogy azt sem tudjuk, hogy ki fogja a révészt fizetni.
Tehát nagyon fontos, hogy a kórházi rendszerre, vagy ha az egészségügyi rendszerre hárul ezeknek a bérkülönbözeteknek, vagy nyugdíjkieséseknek a kifizetése, akkor egy amúgy is csődben lévő ágazat még inkább csődbe kerül. Valójában egyébként az egészségügyet globálisan, a paraszolvencián túlmenően a beszállítók felé fennálló tartozások működtetik. Most a beszállítók nagyobb tartozás állományt elviselni már nem képesek. Hát sokan nem is szállítanak most már csak fizetés után. Készpénzfizetés után szállítanak, mert olyan mértékűek a fizetési elmaradások. Tehát valójában nem tudjuk, hogy ki fogja ezt fizetni, és teljesen bizonytalan a dolog. És azért sokan nem is kérték egyébként, hogy maradhassanak, mert nem tudták megítélni, hogy egyáltalán biztos-e az a lehetőség, amit ígértek nekik. Említette egyébként a paraszolvenciát, és hát egyébként ez olyan összefüggésben is felvetődhet itt, hogy nem abba az irányba hat-e majd ez a változás, hogy aki marad, az jobban rá lesz utalva a hálapénzre, mint eddig, amit talán a betegkör is érzékelni fog, meg bizonyos szempontból talán szimpátiával is kezel, és az egésznek az lesz az eredménye, hogy még több hálapénz fog keringeni az egészségügyben, mert hogy pályán akarják majd tartani az orvosokat. Így van, tehát amikor a kereslet lényegesen nagyobb a kínálatnál, akkor mindenképpen valamilyen pénzeszköz elkezd forogni. Vagy az árak emelkednek, vagy megjelenik a hálapénz. Tehát tulajdonképpen a kereslet növekedésével és a kínálati piac, tehát az egészségügy szűkítésével tulajdonképpen negatív folyamatokat erősít minden olyan rendelkezés, aki ebbe az irányba hat. Milyen folyamat indul el azzal, hogy egy másik törvénytervezet értelmében 28 más gazdasági formában működő kórházat vagy kórházi részleget költségvetési intézménnyé minősítenek el? Én úgy gondolom, és ez a véleményünk, hogy ez egy hibás döntés. Ugyanis eddig mindig nagyon sok rosszat mondtunk a bankokról, de végre mondjunk valamennyi jót is. Tehát azok az intézmények, amelyek gazdasági társaságként működnek, azoknak bankszámlájuk van, és a bankszámlán lévő pénzükre kamatot kapnak. Sőt, hogyha ezek az intézmények elég nagy pénzeszköz forgalmaznak a banknál, akkor az utalásaik azok díjmentesek. Na most azáltal, hogy ezek a költségvetési intézményé válnak, és a magyar államkincstár fogja a pénzüket kezelni, azért, hogy az utalásokat elvégzi, a magyar államkincstár jelentős pénzt kér. Tehát a forgalmazásért. Tehát ez gyakorlatilag egy pénzkivonás az egészségügyben? Gyakorlatilag egy pénzkivonás az egészségügyben. Ezt úgy lehet számolni, hogy körülbelül 15-20 millió forintba kerül csak az utalás a magyar államkincstárnál évente egy kórháznak, ami eddig, hogy nem hogy pénzbe nem került, hanem ha a pénzeszköz a számlán volt, akkor kamatozott. Még egy lehetőségre hat mondjak, hogy amennyiben gazdasági társaságként működött egy kórház, abban az esetben hitelkerete volt. És abban a stádiumban, amikor a kórház nem kapta meg még a finanszírozását, akkor a beszállítóit ebből a hitelkeretből tudtak kielégíteni, vagy a beszállítók is tudtak neki hitelezni. És nem fordult az elő, mint ma gyakran, hogy csak előre készpénzfizetés ellenére kaptak árut, azaz szolgáltatást, azaz gyógyszert például. Tehát ezzel gyakorlatilag több száz milliót vontak ki az egészségügyből ez az egyszeri döntéssel. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Én is köszönöm szépen.